Gyilkosság a színházban, emberrablás a Kossuth téren, és börtönbüntetés egy rosszul elsült bohóc tréfa miatt. Az elmúlt évek nyíregyházi nagy jelenetei, persze csak a filmkockákon. Próba! Tessék! Mit ér meg egy filmszerep? Hát volt például 80 huszár, ugye? Hát mondom, jó, akkor van 79, akkor én legyek a 80-adik. Nem. Mondom, gyerekek, én lóra nem ülök. Jól mondta, csapjuk le őket! Mennyit ér egy filmszínész? Van saját öltözője, van saját széke, ebédeltetik, kényeztetik, tehát, hogy mondjam, hát színészként kezelik. És mennyit számít egy sorozat szerep? A mai napig vannak emberek, akik bombagyáros, ugye? Tehát az, hogy én egy papferke voltam, meg nem tudom én ki voltam, a kutyát nem érdekel. Állítólag benne vagyunk a tévébe. Nyíregyházi színészek a filmvásznon, szombaton erről mesél a híradó. Tényleg benne vagyunk?